Megérkeztünk, gyönyörű helyen vagyunk, és olyan a levegő, hogy harapni lehet. Nézzük a szobánkat, 119-es. Fú, ezek a színek, gyönyörű ez a zöld. Innen jöttünk, ugye? Itt kényelmesen le tudjuk tenni a táskánkat, bőröndöt, van széf. Itt a hely a ruháknak, és mellette egy szuper kis minibár. Azta, na nézzük. Ó, itt aztán van mindenféle snack, amit el lehet képzelni. Van választék. Tök jó. Snack mix, de jó. Milyen? Piña colada? Az igen. Szóval itt meg az italválaszték. Csokoládé. Köszönjük. Ez nagyon jól fog jönni. Italok. És üdítők. Tök jó. Fürdőszoba. Zuhany. Gyönyörű tisztaság van mindenhol. És ezt a szállodát most újították fel, tehát olyan, mintha vadonat új lenne. Igazából az is. Mert ugye most újították fel, mint említettem. Hát ez gyönyörű. Én ide beköltöznék. Ezek a lógó lámpák nekem annyira tetszenek. És mindjárt mutatom közelebbről. Ez a lámpa konkrétan olyan, mintha ilyen műanyag zacskó lenne, de nem az, hanem üveg, és nagyon jól néz ki. Na, itt a szobánk. Ez a fotel nagyon tetszik, csak szólok. Ez az olajzöld, gyönyörű. Na, itt egy kicsit majd dolgozni kell, vagy nekem dolgoznom kell, úgyhogy ez az asztal tökéletes lesz. Hatalmas tükör, tévé. Nagyon szépek a színek. Ez az olajzöld, ez a másik oldal, itt az ágy, megint csak ez a zöld, mondjuk ebben a szállodában, ami ennyire természetközeli, ez a legjobb választás, ez a zöld szín. Ugye itt az ablak, vagy hát ez a kis fény átengedő ablak, ami a fürdőszoba felé vezet. Hú, de szép ez a zöld. Nagyon szép ez az ágy hátsó része, vagy az ágy mögötti rész. Fú, milyen jó. Na, itt ki lehet engedni a feszültséget, hogyha valaki esetleg nagyon stresszes. Itt az íróasztal mellett egy kis olvasósarok. És most nézzünk ki, nézzük meg a kilátást, mert az valami elképesztő. Moli ott ül, kint olvas. Na, kérem szépen. Hát ez itt. Úristen, de gyönyörű. Szia, Moli! Nagyon friss a levegő. És nagyon tiszta. Egyik oldalról ezt látjuk a szobánkból, ezt a gyönyörű zöld lankát, a másik oldalról pedig ezt. Hát hello! Mutatom azt is, hogy lefelé mi van, mert a gyerekeknek inkább ez lehet az érdekes. Itt egy csúszda, nagyon jó, reméljük, hogy működik. Nekem pedig az a pezsgőfürdő elég szimpi. Most pedig induljunk reggelizni, láthatjuk, hogy az étteremből is páratlan kilátás nyílik erre a gyönyörű szép tájra. És hát a kaja nem kevésbé érdekes, például ez a palacsinta készítőgép volt a kedvencünk, ami magától adagolta a tésztát, és ilyen parányi kis amerikai palacsintákat sütött. Hát mindenhol kell valami kis játék, például a reggelinél is, nekünk ez volt, de látjuk, hogy az összes többi kaja is nagyon szép és finom volt. Most pedig indulás az Oxigén Adrenalin Parkba, ahol nagyon sok érdekesség vár ránk. Itt a boppája! Juhú! Ezt is kipróbáljuk, a boppáját, azt mindenképpen ott mennek föl. Hú, de régen boboztunk, még Visegrádon. Megérkeztünk a libegőhöz, jaj, nagyon szeretjük. Megérkeztünk a libegőhöz, most ezt fogjuk kipróbálni legalább egyszer, és azért van rajtam sapka májusban, mert itt azért fönt a hegyen elég hűvös van. Libegőzés indul, tök jó! Legutóbb Caprin ültünk,
tavaly nyáron Libegőn, de az egy kicsit félelmetesebb volt, mert ott egyesével kellett ülni, itt meg ugye ketten vagyunk. Hú, de szép! Azért milyen gyönyörű a kilátás! Kicsit félelmetes, mert néha picit lassú, aztán begyorsul, de nagyon szép a kilátás. Annyira szép itt, annyira békés, jó, hát megy egy-két autó, de azt leszámítjuk. Ez a gyönyörű kilátás, azért ez mindent megér, és ez a friss levegő, ami itt van. Úgyhogy ide mindenképp látogassatok el, ha erre felé jártok. Nagyon nagy élmény egyébként a libegőzés. 800 forintba kerül irányonként per fő. És most elindulunk visszafelé. Itt a környezetünkben, vagy a közelünkben nincsenek túl sokan, de ahogy látom, ott már lesznek majd többen. Most pedig jöjjön a bobozás, amit már nagyon vártunk. Ott megy Molly elől, az előttem levő kocsiban. Ott megy Molly! Hú! Itt van egy jópofa vécés bácsi. Ott ül bent a vécében. Na nyisd ki az ajtót. Molly, hogy kell ezt kinyitni? Na Sándor is trónol, na Bóraon is trónol, a Ferenc Jóska is trónol. Én is nagyon szívesen trónolnék, ha volna bennetek egy minimális tapintat az ember, tudományos alteszti transzakció írás. Most pedig menjünk ebédelni, nézzük a választékot, és nézzük a környezetet, ahol majd elfogyasztjuk az ebédünket. Itt pedig az ebédünk, ami abszolút kedvencé vált, három napig minden nap ezt tettük. Ez tépett kacsa, édes burgonyával, de ez olyan finom volt ez a barbecue szószos kacsa, hogy elmondhatatlan. Ez pedig az egyik desszert, csokoládéhab. Most nézzétek meg, mint egy műalkotás gyakorlatilag úgy néz ki. Ez pedig madártej, szintén nem a hagyományos módon. Hát azt mondanom sem kell, hogy nagyon finom volt, és ez lett a szuper kedvenc desszert, panna cotta, vagyis főzött tejszínes desszert bazsalikommal és eperrel. Ebéd után vártunk egy kicsit, aztán felfedeztük a wellness részt, nézzétek meg, hogy mennyire kellemes, nagyon szépek a színei, ez a szép zöld szín. Aztán óriási a választék például itt szaunákból, itt pont hozzájuk a merülőmedence, de itt a medencetél kettő óriási medence van, az egyikben pacsálni lehet, a másikba pedig érkezik a csúszda, és hát ugye nem mellesleg ez a kilátás, amit élvezhetünk például a kinti pezsgőfürdőből. Van a földön, de jó, mint a homok, de jól néz ki ezek a fények itt bent, nagyon látványos, olyan, mintha valami hóbarlangban lennénk, nem is sóbarlangban. Hideg van itt, azért vannak ide készítve takarók is,
De nagyon látványos. És hó van, vagy só van. Só van a talpunk alatt is. Nézzük a vacsora kínálatot, pompázatos. Kukoricakrémleves chipsszel. Fú, te jó ég. Ez nagyon finom lehet. Vaddisznó pörkölt, strapacska, te jó ég. Brassói. Minden nagyon finom, tehát itt a konyha első rangú. Barbecue, pulykamel, gratin burgonya. Fogas szeletek, zöldséggel, sok magvas csirkemell, minden van. Sajttál, ú, de jól néznek ki az előételek, te jó ég. Hát elköszönünk ettől a gyönyörű szállodától, letelt a 3 nap, és tele vagyunk élményekkel. Beszámoltuk róla, hogy mik.